Három van, minden van. A kormány és az ezzel foglalkozó miniszter ezt kiemelt feladatának tekinti, és ennek elérésében történtek ma talán fontos lépések. Ezekkel a szavakkal vezette fel dr. Kovács Antal, az atomerőmű kommunikációs igazgatója azt a sajtótájékoztatót, amelyet dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszter Pekárik Gézával, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatójával közösen tartott a látogatóközpontban. A téma az atomerőmű üzemidő hosszabbításának lehetősége volt. A miniszter arról beszélt, hogy a közelmúlt és a jelen külpolitikai, világgazdasági eseményei rámutattak arra, melyek azok a lépések, amelyeket Magyarországnak meg kell tennie annak érdekében, hogy az energiaellátást fenntartsa. Az egyik legjelentősebb az atomenergetikának a további használata. Én azt gondolom, hogy Paks 2-vel kapcsolatosan a Paks 2 építése, ez egy olyan kérdés, amit a kormány továbbra is támogat, továbbra is akarjuk. De megjelent egy másik kérdés, miszerint még a Paks 2 által majd a jövőben előállított energiamennyiség sem lesz elég ahhoz, hogy részben a függetlenségünket, részben pedig a megnövekedett energiát tudjuk teljesíteni. Ezért ma arról beszéltünk, hogy a Paks 1 üzemidő hosszabbításának milyen lehetőségei vannak. A kormány elkötelezett amellett, hogy Paks 1 üzemidejét lényegesen meg tudjuk hosszabbítani. A miniszter szerint olyan beruházásokat is terveznek, amelyek a paksi atomerőmű hatásfokának növeléséhez és az energiatárolás területén új megoldásokhoz vezetnek. Meggyőződött a pénteki tárgyaláson arról, hogy az üzemidő hosszabbítás minden feltétele adott, 10 és 20 év közötti hosszabbításról lehet szó. Palkovics László arra kérte az atomerőmű vezérigazgatóját, hogy 2 héten belül készítsék el a projektindító dokumentációt, amely azt követően a kormány elé kerülhet. Ez egy óriási lehetőség az atomerőmű kollektívája, illetve a régió számára is. Amellett, hogy tudom azt, hogy az alapvetően a külső körülmények ilyetén alakulása miatt, vagy ismert alakulása miatt következett be ez a feladat meghatározás, akkor is azért igyekszem mellé érteni annak a 40 évnek az eredményének az elismerését is, amit a kollégáink az atomerőmű működtetésével eddig bizonyítottak. Ugye alkalmasak vagyunk arra, hogy további üzemidő hosszabbítást előkészítsük, és ezt megvalósítsuk. A projekt minden elemét a teljes nyilvánosság előtt kívánják végrehajtani. A Paks 1 és Paks 2 projekt szinkronizálása nagyon fontos, hiszen ugyanarra az energiaigényre, a Dunavizére, a munkaerőre számítanak, hangzott el a sajtótájékoztatón. Az eseményről részleteket is láthatnak Közélet közelről című magazinunkban, amely bármikor visszanézhető a telepaks.hu oldalon és a Telepaks YouTube csatornáján.